Sziasztok, sziasztok! Mindig így, úgy utálom egyébként, pont Vandinak mondta a múltkor, hogy én úgy veszek fel ilyen részeket, hogy a kamera képét én látom. És annyira utálom, hogy látom magam, mert mindig így okörködni akarok, tudod, ilyen hülyeségeket csinálni, nem tudom, valamiket. De beszéljünk komoly dolgokról. Ez is eljön végre, komment, reagáló videó, de másról is lesz szó. A modpack, az új modpack, az nem van a leírásban, egyedül áttyúkol, és a targonca nincsen benne. De azt berakom mellé, oké? Okay? Hogyha új modpackot akartok nézni, meg igazából most már le tudjátok tölteni, mert Google Drive-ra tölti fel a Keeper, és nem meg a... Mert nagyon nagy egyébként, valami 7 gigaba. Aztán rángatja is a tökét rendesen az engine-nek. Úgyhogy ha berakjátok azért, arra készüljetek föl, hogy az lehet, hogy egy-két lag lesz, mert azért piszkálja az engine-t, az a 8 gigányi mod, ami nem biztos, hogy minden tökéletesen működik, és lehet, hogy dobálja a hibákat. Szóval működik, csak lehet, hogy egy kicsit nagyra nem. Na jó, van, oké. Ja, de nézzünk kommentreagáló videót, mert úgyis nézzük kommenteket. Egyébként annyit akartam még mondani, hogy a rajzversenyre még tudom, még mindig nem váltottam össze a rajzokat, és nem posztoltam, de meg fog lenni. Ugye úgy volt, hogy elsőig lehet beküldeni, most van 6-a, de ugye a szavazás az majd ki fog tolni. Sajnos ne haragudjatok, hétköznap van, dolgozok, naponta legalább 2-3 videót próbálok rögzíteni, ami ugye plusz legalább 2-3 óra, úgy, kicsit így elmavazva a Keeper, meg le kell írni a fülbe, valaki nem akarja leírni a fülbe, tehettem, azt akkor addig is tudok egy videót csinálni. Még azt is be kell osztanom, le kell nyírnom a fülbe, gyerekek. Ilyen nagy passzújok nőnek föl már az udvarba, aztán nagyon csúnyán néz ki. De vágjunk bele, kommentekre reagáljuk, yeah! Na, nézzük, várjál már. Bence írta az igaz is, nem tudom mire. Ja, igen, arra a képre, arra a mémre. Demon Hill Kolompár küldte, pont egyébként küldte ezt az ilyen módot, amivel elvileg így a munkást lehet így rábírni arra, hogy például körbe arasson, meg minden, majd ki fogom próbálni, most itt vagyok pont ezen. Most küldted egy órával ezelőtt. Gergő Slenker, legyen már kommentreagálós videó, léci. Hát ezt most már nem úszod meg, most már van, legalábbis én sem úszom meg. Most erre mit lehet mondani ebben a videóban, hogy nem lesz, vagy lesz, nem tudom már. Na, lehet, hogy a Real Föld mechanikat miatt történik ez. Nem tudom, mire gondolsz-e? Mit vadász? Szerintem a modol cuccok nem feltétlen megy jól. Ja, nem, szerintem a modol cuccokkal nem feltétlen megy jól az alap. Gondolom az alap munkás. Próbáld meg használni az autopilotot, azt lehet konfigurálni is. Jó, egyébként pont kaptam ugye egyet, azt meg fogjuk próbálni. Kuka csak úgy, azért nem mennek végig a föld közepén és hagynak ki, mert ha megnézed 13-20-nál is, az nekik a makon fákat jelezi, és nem mennek tovább, mintha ott lenne még a fák. Egyébként nem az, mert pont most vettem föl, ugye a nem is tudom hányadik részt, amiben tök jól megcsinálják, az a lényeg, a végét le kell kultiválni, és akkor tök jó végig mennek. Nem számít nekik, hogy a közepén voltak fák, azok nem számítanak, hanem a föld végén vannak gebaszok. Péter K. Csá, Keeper, jó az ifád, de nem kéne fűtőolajat hajtani, mert megint elkapad Dezső bácsi fűtőzsúr. Ja, fűtőolajjal. Ne is mond, 10 éve szoktam még a kettes golfomat, meg a diesel ventót 10 éve, étolaj, azt úgy olyan voltam, használtam olyan volt, mint hogyha a Laci konyhás megérkezett volna ilyen rántott hús szag terjengett a kettes golf után. Károly S. De milyen Károly S. Why? Nem az volt a neved neked. Ugye? De mindig ebben megcsodálkozok. Papi, annyi térkép meg feladat vár rád, hogy eszedbe nem sem jut majd modol cuccokkal nyomatni. Snowrunnerre írod. És nyugodtan használd a DLC-s járműveket, azokkal is borulni fogsz. Lol. És nem olyan opok egyáltalán. Én azt hittem, hogy ilyen OP-k azok, ja, OP-k. Nem minden jármű lesz a tiéd, amit kimentesz. Azonban a küldetéseknél írja a jutalmakat, és ott megmutatja, hogy megkapod, vagy nem a járművet. Az eső és csúszóssá teszi a sarat.
Más régiókba is árviheted a járműveket, ahova akarod, csak be kell tenned a garázsodba azokat. Sok mellékküldetés mellett elmész. Azokat fel kellene venned, ami az utatba kerül, mert később bosszantól ez visszarongálni értük. Ja, hogy? Én azt hittem, hogy ha fölveszem, akkor azt el is indul automatikusan, azért nem mertem rányomni. Még mindig a leghajtépőbb dolog, amikor a cél pár méterrel felbúz, vagy kifogy az üzemanyag. Ja, és a scoutokra rakja autonomous vincset. Gondolom az, amelyik így föl tudod állítani akkor is, hogyha nincs, nem indul el a motor. Érted, mire gondolok? Ja, ha fel is borulsz, akkor is segít, hogy tudsz magad a csörlővel. Ja, az gyakorlatilag ilyen elektromos csörlő. És még valami, a modorberdákkal és térképekkel nagyon vigyázni kell, már amikor jön egy hivatalos frissítés a játékban, vagy DLC, akkor sok játékosnak eltűnik a pénze, meg a járművei. Ezzel én is megjártam, azóta nem használok modokat. Ja, gondolom egyébként, de bekever, meg arra gondoltam egyébként, ha modolt járművet használsz, és igazából modolt jármű az lehet bármennyire OP is, ugye? Mármint meg tudnak csinálni egy járművet rettenetesen OP-ra. Olyan karakterisztikájú lesz. És gyakorlatilag azzal sokkal könnyebb megcsinálni a küldetéseket. A cheatnek itt számíthat. Egy olyan modolt jármű, amelyik ugye nagyon, nagyon OP. Solt sebő, kultizós vető, nagyobb pót, egy darab, ami retro. Ok, hogy retro, de ezekkel az eszközökkel 1 milliárd euró sokra lesz meg. Lesznek új járművek természetesen, hát veszük, tudjuk, hogy lesz benne. Nem rakom be az IC-t. Nem tudom, hogy van-e értelme, mert Sanyi most kezdett el ásni. Komolyan mondom, amikor elkezdek videózni, ezt csinálja már. Na, Nagy Robert. Nem tudom, az IC-nek van-e értelme, ez igazából egy ilyen speedrun-szerű, ahogy Bandi megfogalmazta, hogy minél gyorsabban el kell érnem a célomat, szóval nem tudom, hogy kellene az. De próbáljuk meg pörgősebben csinálni a kommentreagálást, mert rengeteg van vissza még. Nagy Robert, lehetne úgy is, hogy aki múltkor volt a legközelebb, nem jöhet, hogy más is kapja a lehetőséget. Nyilván, ha nincs elég ember, akkor nyugodtan mehet az is, aki volt. Csak ne, hogy szülöm ki. Az a baj, mert igazából megváltoztathatja a nevét. Én nem tudom, hogy ki ő, érted? Most nem olyan néven, nem Bence néven jön be valaki, hanem Jóska a Pista, és akkor már most akkor mi, érted? Vagy pont egy Bence nevezetű nem tud bejönni, azért már másik is Bence volt. Ez nem kiszűrhető. Bertalan Barlovics. Szuperek a részek. Egyébként azért ilyen Sáros Michigan, mert az a sztori, hogy árvíz volt. Meg szerintem, ha nem is használod a modos gépeket, add el őket, és költsd a meglévő járművek fejlesztésére. Gondolom, hogy DLC-sre gondolsz. Mert azokat nem javaslom eladni. Előbb-utóbb mindegyiket használd, veszed. A modos gépeket pedig majd, ha már azon a szinten lesz, akkor tudod vásárolni ugyanannyi pénzet. Gondolom, a DLC-sre gondolsz. Jó, rendben. Ezeket megfogadom egyébként. Snowren erre írjatok, ezerre. Mert ott nem értek semmihez. Tényleg. Kérdezi, hogy mikor lesz. Modos Snowren, oké. Okay. Biga Papa, hello, ajánlom magam, mint videós partner, de az aratásból a bevétel közös, a kiadás a tiéd. Jó, oké, meg foglak keresni. Gergely Jakus, ahol a fa volt a föld vége, ott hagyott el. Takaríts ki a földet, végeit, és szebben fognak fordulni, dolgozni. Igen, egyébként, Gergely, és hogyha egyébként lehúzom a két földnek a két végét, akkor tökéletesen, mert már fölvettem az új részt, ahol kultiválnak, nagyon jól csinálják. Apuci Pityerész, Halott Keeper van egy eszköz, amivel ezeket a vetőket egymás mellé tudod rakni, akár hármat is. Azt a kilovatszer is tudnál húzni. Egyszerűbb a logisztika. Ezt én javasolni akartam. Ja, és azt írjátok, hogy az MTZ-re, egy Zetorra kellene nagyobb kerék, mivel azért vergődik. Egy nagyobb vető nem egyszerűbb? Retro gépekkel akarja lenyomni szerintem. Nagyobb retro nincs egyébként. Ja, majd meggondoljuk, hogy ez hogy fog történni. The Ghost. Első suliban nézem a részt. Egyébként 9 órája. Egyébként tényleg ő írt először. Sokszor egyébként nem az első ír először. Mármint odaírja, hogy első, és nem ő volt az első, mert amíg leírja, lehet, hogy ír más. De nem tudom egyébként miért jó leírni azt, hogy első. Zsolt Game. Armored-ban is tudsz automatán pakolni, oda mész és ki tudod választani, hogy platóra, potkocsira, vagy platóra tegye az áruk. Egyébként ebben csalódok. Mármint Sprint IOS-ben, meg Mudrunner-ben pont az volt a hard módnak az egyik
lényege ugye, hogy neked kellett megpakolni az árut. Ugye? Jól emlékszem? És ja, a többi felvetésem gondolom igaz, hogy ugye nem lehet mondjuk gondolom pénzért tankolhatsz, gondolom nem lehet visszaugratni a garázsba, meg nem lehet mit mást, nem is tudom mit lehet mást. Nem tudom. Gergős Lenker, a régi motor meg a régi alkatrészeket el tudod adni. Ja, el lehet adni a régi fejlesztéseket, nem érdemes megtartani. Tényleg el lehet adni, mármint az ilyen egy ilyen fejlesztett motort kapok, akkor régit ezt el tudom adni. Szeni Peti, Pati, vagy Paty, vagy Sany Paty. Üdv a kampány részbe, ne rakj Modor Veldát, mert úgy jársz, mint én. Kidobott a játék, kezdtettem előre a játékot, mert sérült a fáj, sajnos, igen. Jó, akkor ezt megfogadom, akkor az, semmiképp nem fogok használni Modot, amíg Vanilla végigjátszás megy. Karaba Krisztián, Honey Keeper minden állatnál úgy van megszabva, hogy maximálisan 6 napra elegendő élelmet tudsz betárolni. Jó, ez jó, köszönöm ezt az infót. Ez függ az állatok mennyiségétől. Egy tik nem eszik annyit, mint 500 tik. Idővel, ha lesz szarvasmarha, érdemes lesz báláznod, mivel sokkal többet tudsz betárolni, mint a hamsterrel. Laden Wagen, igen. Sokkal jobbak amúgy a videók, mint amikor csak hülyéskedtél az 1 milliárdig és tovább. Ja, mint amikor hülyéskedtél az 1 milliárdig és tovább. Oké, okay, köszönöm szépen, és köszönöm szépen az infót. Tök jó, amikor ilyen pontosan definiáljátok, hogy igazából mi, és 6 napra elegendő tudok betárolni. Ez jó. Köszi, ez nagy segítség volt. Fighter 1101. Átvihetjük a járművek egyik régióban a másikba, a raktárodba, a storage-ba kell tenni, és a másik garázsból is elérhető. A kódiákot és a scoutot add el, hogy legyen lóvéd. Először a hidakat csináld meg, vagy az úttorlaszokat tüntesd el, mert probléma lesz velük a szállításnál. A legelső járművet, amit ajánlhatok megvásárolásra, az Internation Paystar lenne, flatbedet és darut tegyél rá. Elég jó a gép, és szinte minden mapon használható, olcsó, de jó gép. Fú, az ezt ide fel kellene írnom magamnak. Internation Paystar. Paystar! Paystar, fizető csillag, gyerekek, fizető csillag. László Zvolenszky, de nagyon régen láttalak, móra itt erre. Vagy pedig nem láttam, akkor de nem, régen láttalak. Szóval papírnal lassan beindul itt a pénztelmelés, arra gondoltam persze, csak egy ötlet, hogy mivel már a krisztál kezd elég kevés lenni földművelésre, azon a nagy földön, ami mi lenne, ha azt raknád a tyúkokhoz? Persze, ha lehet rá homlokrakodót rakni. És ott még szerintem elmozog bőven. Oda pedig veszel helyette egy nagyobb, erősebb fürgében. Mondjuk a Fiatot, arra kíváncsi lennék. A Fiat, mi? Így egyébként nem lehet rá homlokrakodót rakni. Az a krisztál az egyébként ilyen silótaposónak jó, mert rá lehet rakni azt a nagy vasbödön kerekeket, amivel tudod taposni a silót. Egyébként az a krisztál nem tudom, hogy valahogy is fog működni normálisan. Lehet, hogy fölpróbáljuk rá a silótaposót, lehet, hogy azzal nem rúg, mint disznó a tükörjégen. Dávid Farkas, van az MTZ-re turbo itt 100 vagy 110 lóerő lesz, nem tudom pontosan. A Dávid Farkas fel van ragva rá a turbo az MTZ-re. A sorskártyánál miért nem nézted meg, hogy egy Simsot lehet... Simsot meg tudták volna venni, és lehet odaértél volna vele. Ja, mert a izé sorskártya volt, amikor oda kell járni. Ja, egyébként az lehet, hogy azt kellett volna, hogy a Simpsont megvenni, vagy az MZ-t, mi? Hát azt még bűnös életben nem húzom ki azt a sorskártyát még egyszer. Mi a map neve? Alsó Szeg, Agrifarm. Kérdezte. Endre Dubai, minden taszkot fogadj el, amit elérsz. Mert még ha nem is csinálod meg azonnal, később aktiválni tudod a térképről. Egyébként újra vissza kell majd menned oda. Ugye az előbb azt pont említettem, hogy azért nem azt aktiváltam, mert azt hittem, akkor így elkezdődik, és azt így mindenképpen meg kell csinálnom, érted? Csak akkor érdemes eladni a pótokat, ha már végeztél a térképpel, térséggel, vagy ha kell a pénz. Mert előfordul, hogy eladtam olyan pótot, ami később kellett volna. Olyan pótot meg nem tudsz eladni, ami egy küldetéshez. Kell egy küldetéshez. Nincs! Ha máshogy nem megy és van rá lehetőség, akkor tolass neki egy fárak, facsoknak vagy lámpaoszlapnak, és úgy vincselj, és meg tud tartani. Ja, igen, azt szoktam alkalmazni az Spintályozban, és gyakorlatilag megakasztod magad, és akkor úgy vincselsz, és nem tudsz tovább menni az aktuális
tárgytól, amiben beakasztott a gépet. Eddig az autóvincs nagyon rossz volt, mert mindig a leggyengébb cserhéz vincselt. Lehet, hogy azóta javítottak rajta, mert volt rá ígéret. Voltatásnál már egyre be lehet kapcsolni a voltatott jármű motorját, feltéve, ha van benne üzemanyag és nem tropa. Igen, hát ez egyébként Spin Tires Mud Runnerben is ugye működött, sőt még azt is tudta állítani ott, hogy a kerék az, hogy merre irányuljon, meg mindenféle csoda dolgot. Sőt, még a, nem tudom, a Spin Tires-ben, meg a Mud Runnerben azt is lehetett, hogy azt hiszem, hogy erre nyomtad, akkor adott gázt. Gyakorlatilag ugye nem csak vincselni tudtál, hanem a másodiknak gázt tudtál adni. Hogyha mondjuk megszorultál az elsővel, akkor így ne tudtad tolni magad. Érted? Jó. Ami tud segíteni. Bármelyik járművet tudod használni, bármelyik régióban. Igen, azt írták. Jó. Spoiler. Normál módban is van olyan pálya, ahol kell egy keveset daruzni, de nem lesz vészes. Van olyan térkép, ahol nincs egy watchtower sem. Ha nem használsz mod járműveket, akkor a következő négy fajta járművet érdemes megszerezned. Alaska, North Portból a Hammer H2-est, a Tigers 6436-ost, fogadjunk a Tigers 6436-os, az egy, mire tippelnék, az egy kamoz lesz. Vagy pedig, ja, nem, az egy Tigers 6436-os lesz, mert itt licenszert járművek vannak, ugye. Igen, a BTR. Igen, a BTR, nagyon jó. És az X605R-et. Oké, rendben, köszönöm szépen. Jonas the Joe, végre újra egy kis dagonyázás. Szevasz. Viola Bence, szevasz papi. Viola Bence, sokat ér, továbbra nyomunk. Szevasz papi, látom az alternatív útvonalak megtalálásával nem lesz baj. Egyébként vártam, mikor bolulsz meg. Na jönnek a tippek. Majdnem mindegy, egy térképen részen van egy rejtett upgrade, ami nincs bent, egyetlen egy watchtower range-be se. Ja, hogy? Akkor igazából a szürke részeken is lehet valami, nem csak ott, ahol watchtower range. A watchtower range-ek azok gyakorlatilag addig tartanak, és lehet, hogy ugye nem felik le teljesen a térképen. Ó, nagyon jól észrevétel volt, hogy a blokkádokat, hidakat meg kell oldani minél hamarabb. Én azt javaslom, kövi részben kezd el. Jól haladsz, nem kell kapkodni, bele kell tanulni a játékba, jól haladsz, köszi. Upgrade, ha felveszed egyet, akkor egyet kvázi kapsz ingyen. Írta, micsoda, upgrade, ha felveszel egyet, akkor egyet kvázi kapsz ingyen. Írta, ja, értem, tehát hogyha kapok egyet ingyen, tehát hogyha ugyanarra a gépre való upgrade van több, az egyik gépen ugye elhasználom, akkor a másikon már fizetni kell érte. De magyarul unlockolja mindenképpen, de egyet még kapsz is ingyen. Ja, és a scout dolgokat érdemes eladni. Igen, vagy a stock dolgokat érdemes eladni, el lehet adni őket, ahogy írta ezelőtt is egy srác. Gépek vannak olyan küldik, amiknek a jutalma az adott gép. Más pályánkon több ilyen lesz. A kézifék használata erősen ajánlom a lejtőkön lefele. Igen, más gépeket át tudsz ide hozni, csak az adott régióban meg kell venned a gépet, orosz régióban. Ha megveszed a gépet a garázsban, kiválasztod, nyomsz egy space-t, elrakja a parkolódba. Ajánlom, a többi géped is így tárold. Ha megvagy a hidakkal, meg a blokkádokkal, utána én mellék küldiket ajánlom, ugyanis gyors és sok XP, gyors pénz és XP szerzés lehetőség. És még neked kell az XP. Ugyanis sok cucc szinthez van ködve. Nagyon örülök, hogy ennyire éled a gémet. Hajrá, papi, nyomjad neki. Köszönöm szépen. A rengeteg tippet Keeper próbálja jelzni meg. László Szilágyi. Elsődleges utak hidat megjavítani, én nem tettem, és szívtam, mikor nagy szállítmányok voltak, tulajdonképpen átkapcsoltam hard módba. Az úgy aranyos. Kaptam egy modot, nézzük meg, hogy mi az. Milyen modot kaptam? A Román Diesel! A Román Diesel. Egyébként rengeteg mod fog bekerülni, de még egyébként nem használjuk, még 17 se is, már 8 giga körül van a modpakunk, úgyhogy lesznek benne modok még, de kis nyugi. Zétény Horváth, szia, nem éri meg ilyen kis küldetéseket csinálni. SnowRunnerbe. Pont azt mondta valaki, hogy kis küldet. Na, akkor Bogoszki.
Bennett Fehér. Nekem te vagy az első videósom, akit néztem, és akkor még csak spintál össze. Módosan például Rába Csuklós buszt tettél be. Örülök, hogy belekezd az első résszel a SnowRunnerbe. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Zsolt Sebő. Azért írtam inkább, hogy max. 2 nagy gép, mint 3 kicsi. Ja. Gondolom, arra gondolsz, hogy a traktorokat hogy kellene. Nigruskaja! Szevasz! Nézd is meg. Megnéztem azt a Michigant, a Google Maps-on, hát nem igazán így néz ki. Ja. Viola Bence írta egyébként, ezt olvastam ezt a kommentet, hogy a Black River nevű része van, annak egy kis részén nehéz észrevehető hasonlóság. Ja, hát igazából gondolom, mint egy úgy inkább egy hajaz rá stílusába, meg az utak, meg ugye fenyves, meg esik az eső. A Michigan az egy ilyen nagyon ilyen toplak vidék, ilyen nem is tudom, mire hasonlítsam. Mordor, bazza, nem? Nem, lesz ennél rosszabb is egyébként. Közben itt próbálok helyezkedni. Martin Szűcs, üdv! Ha lesz időt, teszel fel egy Forsyth traktort? Vagy be? Egyébként benn van a Forsyth traktor, csak meg kellene venni, ugye? Szia, mikor lesz FS19? Bakker, minden nap van, mit akartok még? Valaki izé. Igen. Atis, az autonomus bincs, ha felborulsz kúta, akkor is feláll. Egyébként azt azért nem, hogy többen írtátok, hogy azt miért nem vettem meg, mert volt egy ilyen kicsit ilyen gúnyos komment is, az a baj, hogy az már nincs itt, mert ugye ha válaszolok, akkor már nincs itt, és ha neki válaszoltam is, azt hiszem, és ott azon gúnyolódott, hogy az már nem kellett, nem volt rá pénzük, azt hiszem, az 9000-be került. Jussi 89, 12.33-nál azt hittem egy matekfüzes és rácsos lapját látom. Örülök, hogy ilyen formában folytatódik a Spintiles sorozat. Na, ezt megnézem, bozzá. Hogy mire gondol? Lesz itt. Úgy gyerekek, bozzá. A hülye gyerek. De mi miatt? Mi miatt volt ez? Nem tudom értelmezni. Gengős Lenker. Pont most írtam, hogy mikor lesz következő rezsárat összség. Köszi, papi. Beton söveges. Módot mikor lesz? Feltehetően majd, ha kivitt a játékot. Yes. Viktoris, beindult a gazdaság, papi. Igen, Gergős Lenker, legyen még SnowRunner, lesz, igen. A Holly Keeper a vetőgépeket is meg kell javítani, és akkor gyorsabb lesz. Igen, meg is lehet, Nemo küldött. Mi ez? What? Ja, igen, a targoncát be is lett ragva, köszönöm. Zsolt Szabó, a 20-as földreves puzzát a tyúkok, meg azon, hogy nagyon messze van. Egyébként azért nem akarom azt használni, mert oda kell vinni a kombányt, oda kell vinni a kultivátort, oda kell vinni a vetőgépet. És van egy ilyen csány föld, és azon ott izé szenvedjek, én nem akarok. Valahogy gondolkodok rajta, hogy fád, vagy valamit oda rakok, vagy nem tudom, valamit majd rakunk oda, de nem. Belián Huszár. Sziasztok, valaki tudja, hogy mi annak a modnak a neve, ami balfes rakban van, és mutatja a munkásokat. Igen, írta is. Nigruska lecsapott rá, írta is. Győző nagy, Glanzmond motorban fel van, én azt ajánlom. Van akkor az a Glance mód is a 19-hez? Mert azt egyébként, amikor én annó kerestem, akkor nem találtam hozzá, azt azért nem is elengedtem a dolgot, azóta már mondjuk változhat. Gergős Lenker, mikor lesz komment reagálás videó? Igen. Viola Bence, szia papi, na ez már tikol. Jó, és meg az eszközöket, köszi. Na, Ed, most írt egy izajét, írt egy pozitívat, egyébként mindig kritikus szemmel áll a Keeper munkájához, de annak örülök, amikor építő jellegű kritikát. Na, ő is kicsit túlmagyaráztat ez a itt a kert dolgot, láttuk, hogy hol van a föld, mekkora merre, vedd meg és haladjunk. Csak én nekem is át kell gondolnom egyébként arra azt, hogy most ez nekem akarom-e vagy nem-e. András Balázs, Móre, hány órás az a rész hete Keeper? Itt nézem, 2:30-tól azt még mindig megy. 16 óra 2-től. Ja, lehet, hogy nem nézte meg, mert 2 órás volt, ugye, az volt a szerveres rész. Zsolt Szabó, jó lett. Köszönöm. Pierre, vonat lesz ebből a kiróból már lassan ki, így jó. Ja, amikor húztam, hogy 4 pótkocsi. Nigruskaja, retorabb, próbálhatná kerék és orsúlyt rakni. Orsúlyt azt hiszem nem lehet. De kerek súlyt, azt lehet, hogy kell erre. Vagy pedig rárakom azt a nagy bödön kerekeket, aztán valami ezzel az a vaskereket. A vaskereket!
Milyen piros a fejekében? Jaj! Beraktam az új alaplapot, aztán szerintem ilyen színbeállítások, azok így elfelejtődtek. Igen, nem hallani a traktik hangját, Barnabás Mráv, ugye? Az a baj, azért nincs növelve, mert viszont van az a 10-150 kell, az meg ilyen bolond hangos. Aztán az, ilyen, akkor meg ha fölnevelem, akkor abba ülök, akkor meg nem hallani semmit. Marián Horváth, szia! A vetőgép éket megjelenés, javítani, attól olyan lassú a vetés. Meg kell javítani, gondolom, arra gondolsz. Yes, meg lett. Budai Norbert, sziaképpen szerintem sorskártyától függetlenül minden második páratlan rész lehetne multi. Szerintem ez még megszervezhető, plusz neked is nagy segítség. A multi, az nekem egy nagyon-nagyon nagy... nem gondnak nevezném, de nagyon... nem mondom, hogy nehéz megvalósítani, de igazából elmondom a kontextust, hogy miért nehéz megvalósítani, mert valamilyen kontextusban nehéz megvalósítani nekem. Ugye, ahhoz, hogy kettő rész kimenjen egy nap, ezt úgy kell csinálnom, hogy ma, mondjuk van este, hétfő este, fel kell vennem két részt, kimegy reggel az első, kimegy délután a második. De, ha kihúzom azt a sorskártyát, ugye, hogy multi van, akkor onnan már nem fogok tudni felvenni még egy részt, tehát akkor ott dum, megáll a folyamat. Tehát az első részben kihúzom a sorskártyát, amit veszek fel a hétfőn, a második részt nem vehetem fel, mert abban már a multiba kell, hogy legyetek. Oké, ez így megvan. Fel kell töltenem azt a részt, ugye, az elsőt. Tehát mondjuk fölmegy másnap reggel. Abba ki kell írnom, hogy mikor lesz multi. Fel kell töltenem az aktuális módpakot, és ki kell írnom, mikor van multi. Tehát az mindenképpen kell valamennyi idő, hogy elteljen. Tehát még ráadásul előre nem lehet egy rész sem, mert ugye következnie kell. És emiatt mondjuk este fölveszem azt a multit, mondjuk este 8-kor. Tehát akkor az este 8-kor fog felvenni, jó szó, ott 2 órás, és azt már csak más nem tudom kirakni, tehát akkor így egy az, hogy előre nem tudsz egy részt felvenni, tehát mindenképp csak egy rész lesz aznap, amikor ugye kihúztam. Utána meg kell várni, hogy feltöltődjön, meg kell várni a modpakot, meg kell várni, hogy összejöjjön, fölvegyük, addig ugye nincsen rész, nem tudok fölvenni egy darabot se, meg még ráadásul akkor is csak azt tudom fölvenni, mivel az elég hosszú is, meg még ráadásul valószínűleg elég későn is tudom. Úgyhogy ezért nehéz, meg ugye, igen, mert hogyha előre dolgozok, akkor már nem kapcsolódik, ugye, amikor bejönnek a srácok, akkor is nem mit történt, hát nem is így volt a videóban. Ez nem tűnik nehéznek, de viszont eléggé olyan keszekusza is, eléggé sokat kell szervezni emiatt, még magamnak is, értitek? Lehet, hogy elég hülyén magyaráztam, de vágjátok, hogy nem olyan egyszerű, hogy fölveszek két részt, fölmegy, fölveszek, nem, de kihúzom a sorskártyát, bum, onnantól szervezés, föltöltöm, modpakkolt, kirakom a részt, mikor lesz felvétel, addig várni, addig egy részt sem vehetek fel, ha fölveszem, akkor azt tudom, hogy ez nehéz, úgyhogy mi, az semmilyen körülmények között nem lesz, hogy minden egyes második rész, mert akkor gyakorlatilag ilyen 3 naponta kerülne ki farming szimulátor, mivel ezeket mindig így szervezni kell. Feltöltés, várni, fölvesszük, értitek. Valaki tudja, hogy kell FS22-ben villogót kapcsolni, úgy mint az összesben, de valószínűleg Bence-nek a farming szimulátor 22 az első farming. Pit vadász. Jó a tojás biznisz, de szerintem tegyél be egy autolóros pótot, mert meg fogsz vadulni a sok pakolást. Ugye azért raktuk be a raklapot, hogy gyakorlatilag azzal egyből, azt egyből ugye át tudjuk vinni az eladóhelyhez, targoncával. Rigger Games, szia Keeper, ma játszom még, vagy valamikor játszanék veled, soha nem jelez a YouTube. Ja, gondolom, a multira gondolsz, hát az mindig így az előtte lévő részben van róla szó, amikor kihúzzuk azt a sorskártyát. Lóri 112, szia Keeper, amúgy mikor vitted az utolsó poltkocsiba, volt ott hagyta egy kicsit, mert csak 4000-et vittél, el is 5000 volt. Ó, jaj, nem tudom, megtellett? Lehet, hogy akkor... Hát nem baj. Biga Papa, hello, csak egy javaslat, a következő tyúkolat lesz az előtte 20 fel, és te a földet már át fogják alakítani. El fogja alakítani az óra. Igen, arra figyeltem is, és tényleg köszönöm, hogy szóltál. Hogyha nem szólsz, akkor ezt elcseszem, mert mentettem előtte, és el is csesztem, és utána tudtam videók kívül megcsinálni, hogy tényleg jó legyen. Köszönöm szépen, ez nagyon nagy segítség volt. Róka 123, vegyél pár kakast is, és akkor 420-ról felszaporodnak 500-ig maguktól, meg lehet az nélkül nem is tojnak tojást.
Ja, egyébként nem tudom hány kokos kell, mármint öt. Hát azért az mázista kakas kerekek. A 420 tyúk meg egy darab izé kakas söpe. Hallod, 3 nap múlva így megy a kakas, érted? Jaj, nem akarok több tyúkot, úristen, így menekül, halljátok. Erről egy viccet el kell mesélnem, érted? Amikor a gazda, van egy öreg tyúk, egy kakasa, és akkor elmegy a vásárba, azt vesz egy másik kakast, mert már öreg a kakas, azt gondolja, hogy le kellene váltani, és beviszi, berakja az olba, fiatal kakas oda megy az izéhez, az öreg kakas vagy már, te testvérem, innentől az összes tyúk az enyém. Hát, jó van, de tudod mit, döntsük el, rendezzünk futóversenyt, és aki gyorsabb, azé lesz az összes tyúk. De egy kis előnyt adhatná nekem. Hát jó van, oké. Tudja, jó, a fiatal kakas le fogja nyomni, fut az öreg kakas, mögötte fut a fiatal kakas, előhozza a csörét, és dír, lelövi a fiatal kakast a gazda, megszólal, hát nem hiszem el, ma az ötödik buzi kakas a héten. Jó. Okay. Ennyi volt, nem volt olyan hatalmas poén, csak egy eszembe jutott. Jól illeszkedik a történetbe ez. Nem tudom, hogy... igen, úgyhogy nem tudom, 420 tyúkkal elbírod a kakas. Valami nagyon szteroidozott, nagyon kemény kakast kell kerestünk, gyerekek. Nagy Robi, szerintem lehetnének hosszabbak a videók. Ezek nagyon rövidek. Ja, meg minek indítod órát? Játsz, míg akarsz, úgyse hagyod abba, mikor kell. Megkoptam a lecseszést, gyerekek. Egyébként vannak olyan kommentek, annyi, úgy lecsesznek, hogy nem állok meg a lábam, hogy így olvasom a bukkáját, rendesen így vigyázba vágom magam. Olyan irasba tesznek, hallod? Komolyan mondom, néha csak így néha. De jó van, egyébként igaza van Norbinak, tudom mire gondol, hogy elindítom az órát, megmutatom, milyen órát használok. Figyelj, beszálltak, a profizmus. Bani pont arról beszélt múltkor egy live-jában, hogy mennyire puritán környezetben egy pici dolgokkal oldja meg. Ez egy hőmérő, egy hőmérő, és ez így, nem tudom, legelső résznél így, apa, jó lesz ez, és azóta nem hoztam ide egy normális órát, és azt csinálom, hogy amikor kiveszem az elemet, berakom az elemet, 12, most 15-öt láttak, mert izé fordítva van, higgyetek nekem, 12.00, ugye nullázódik, ide lerakja a kippa, 15 körül sorskártya, 13.00 körül vége a videónak. Úgyhogy ez így van megoldva, azért nem, sokszor nem is látok semmit belőle, mert így játszok, azt úristen, mennyi idő van, gyerekek, még jó, hogy nincs facecam. Na, úgyhogy Norbi, ez igen, inasba tett a Norbi. Migruskaja, köszi a mai részt. Ezek a szóló epizódok szerintem sokkal jobbak, mint a múlti. Nagyon el tudom magam engedni, hogyha szólóval vagyok. Hogyha társaságban vagyok, akkor ennyire nem. Nem merek ennyire hülye lenni, meg az nagyon szokatlan volt nekem mindig, hogyha beszéltem más videóssal, meg más emberekkel, úgy játszottam, mert akkor meg így azért nem merek nagyon érvényesülni, mert tudom, hogy mennyit pofázok, és nem akarom őket elnyomni. Ne az legyen, hogy így nyomtam magamból a szart, a hülyeséget, és akkor ilyen másiknak szóval se jut. Úgyhogy egy kicsit ilyen feszélyezve érzem magam emiatt. Lehet, hogy erre gondolsz. Daniel Obanski, Sea Keeper 26-os föld, ha nyomod a búzát, akkor jó lesz a tikoknak, plusz 27-28 földnek, csak 10.000 egybe tudnád szántani mindegyiket, és már elég búza, 500 tiknak. Csak nem 500 tikba gondolkodunk, hanem 8.000 tikba, Daniel! Igen. Szia Keeper! Jó lett a rész, trágyász kultiválás előtt, és akkor vetés után nem kell. Ez nagyon jó meglátás, ezután mindenképp úgy csinálom. Stanitarius Bavaria. Cső, remélem, hogy lesz még videó SnowRunnerből. A Flatstar a legjobb gép az elején szerintem. A többi kuka azok a tárából húzta a Flatstart. Majd, ha tudod, vedd meg a Paystart. Itt ő is a Paystart mondja, gyerekek. Ments ki a White Western Start, és ha szinte engedi, az International HX520-at is fejleszt. Ezzel a négy sárkánnyal simán letolod Michiget. Hajrá! Köszönöm szépen! Egyébként az a durva, ugye olyan sok helyről jöttek a feliratkozóim, mert olyan sokrétű videózást folytattam egy időbe, emiatt olyan emberek írnak kommentet egy bizonyos kategória videó alá, például ami
ugye mondjuk SnowRunner, aki gyakorlatilag nem nézi szerintem egyáltalán a farmingot. És így nem nagyon van átfedés szerintem a videó típusok között. Frejsz Ferenc! Végre egy ember, aki nem váltogatja, igen, az index képet, még mindig ugyanaz az autó van. Nem? De egyébként ez tök jó. Jó, most papi, csak itt tovább. Köszönöm szépen egyébként. Már, hogy itt vagy, már az is egy öröm nekem. Mármint, hogy ennyit írtál. Jó volt újra hallani a sztorikat. Yes. Poroszka Márton írta. Zoltán Gábor. Guardian Steering és Curse Play modokat ajánlom. More. Egyébként félek tőle, hogy bele fogok keveredni. Bika az is 10. Mika az is 10. Jó lenne kb. 5-10 részenket egy multi. Például 40, vagy utána 45-50. Ez még barátibb egyébként. Egyébként bocs, hogy hadarok, de megpróbálok minél több kommentet belevinni ebbe az egy videóba. Zsolt Bence viccai! Figyeljetek, egyiket egy ilyen pörgősen kellene előadnom egy kommentet, egyet meg ilyen nagyon komolyan. Legyen ez a komoly. Ne, legyen ez a pörgős, mert hosszú. Kirovac K700, az V8 Yams turbos motorral volt eladva, és 29... Gondolom elírtad, nem 290 ezer köbcentis jószág. A 200, igen, 20, 12 hengeres turbo nélküli érdekesség, a T150 és a kilovatt terhelés alatt lehet kapcsolni, mint kilovattre vonatkozik, power shift váltót a rendes váltóban. Volt 3 fokozat power shift váltón, 4 fokozat végsebesség, max 45 km lóerő, 283 köz volt, és olaj, lamellás, tenger kapcsolóval rendelkezik a váltó. A németektől vásárolták a licenszet, ezt a váltótípust a németek találták ki. Második világháború, az második világháború akar lenni? World War, gondolom. Alatt használata Panther 2 és Tiger 2 fő csata harckocsiba használták. Jaj, moré, Bence! De kicsit úgy írja, hogy néha írtok úgy, hogy tényleg nem merem felolvasni, mert megidézek egy ízait, egy ilyen démont vele. Tudom, hogy én is rosszul olvasok, de amikor van benne egy kis hiba, akkor aztán én nekem olyan, mint hogyha ilyen írtam, ilyen fogaskerekek közé egy kavicsokat dobálnám, amikor olvasok. Az agyam az olyan. Karaba Krisztián, 54-48 örömében fütyörészik a kiró. Igen. Bagi Roland, Bence mellé be tudtál volna ülni. Mert a kirovetszben volt olyan lehetőség, hogy melyre gondolsz, mikor. Tibor Sári, szerintem legyen az, hogy minden harmadik rész múlti. Ne! Amúgy vetőből lehetne nagyobb, jó van, nagyobb is, sok időt elvesz a töltögetése is. Igen, azt le kell, mindenképpen falderformálás lesz egy-két részen belül. Zsolt Csebő írja egyébként, hogy a GPS mód mutatja a szélességet, egyszerűsíti a munkát. Ed, hozzátok a barna nadrágomat, Jenny. Ja, ez már jobban tetszik. Igen, az jó az a vicc szerintem egyébként. Szia, Keeper! Benne lennél abba a modba, hogy egy gépbe többen beleférnek ember, és úgy lecsekkolnád őket, mit szólsz? Nem tudom egyébként. Sok járművel ugye az nem kompatibilis, főleg modort járművekkel. Az ilyen izékkel szokott, a normál járművekkel van megcsinálva, hogy ide-oda ülsz rá, sok magyar járműben egyébként nem lehet beülni azzal. Atis, a K700A az V8 turbo, 230 lóerő, a K701, a V12, 299 lóerő, 22.000 köbcentin, na ez így már hitelesebbnek tűnik. Kornél Csicsai, hello Keeper, Veszobot, why? Jó, az nekünk. Viola Bence, szevasz, papi! Na ez egy igen jó videó lett. Gratulál a srácoknak, hogy ilyen gyorsan felmentek, mire megláttam a szerót, mert tele volt. De a kövég múltira frissen már... Ja, friss is már le a morokat, papi. Ja, nincsenek lefrissítve, valami nagyon régek. Ha akar jegyzem meg, hogy a rábák nagyon nagy változást kaptak az újabb verziókban. Talán jó lesz a reamóddal is. Baszd! Jó, kommenteket kéne olvasni néha, nem? Nem tudom, hogy olvastad-e, amit Instán írtam a multikkal kapcsolatban, de ha nem, akkor olvasd el, léci, egész jó ötlet. Valamint nem ártana egy jó, hosszú kommentre reagáló videó, mivel rég volt, és nagyon jó példa, például most a tojás... Igen, rengetegen írták, hogy hiba volt eladni cikkokat, mert jó pénz az, csak teli tárcákat kell eladni. Valamint egy tíz kör... Készülök neked olyan ajándékkal.
Mit mondtam izé? Mit mondtam én? Végezni akarok ezzel, more! Ja, egyébként a Discord server ebből jó lenne, mi? Ugyanakkor egy kicsit a communication az egy kicsit jobb lenne. Mi? Discord server? Dick! Egyébként az fogalmam sincs, hogy kell használni. Tényleg ez így kimaradt. Na, de az úgy nagyjából igen. Bence, mi a neved? Videós két, mit kiabálok egyébként? Ja, Bencének egyébként ott a server melónál kiraktam a videóját, tök jó lett szerintem, most nem indítom el, mert lehet copyright zenék vannak benne. Nagyon sajnálom, hogy Rába ilyen bagos. Laci szegény, lehúzott annyi területet 20 perc alatt Zetorra, mint a Rába 2 perc alatt. Ja, a szegény Laci az nyomta, és egész végig Zolira hívta. Levente Lehocki, szia Keeper, említette azt, minden ötödik rész lehetne multi, vagy hasonló, ha a hétvégi részek lennének multiplayer, az emberek jobban rájönnek szerintem, meg heti egy rész multiban nem is túl sok rész. Ilyen formátumot tervezel. Ja, valami hasonló lesz. Nigruska, köszönöm a mai részt, jó szórakoztam, legközelebb próbáljátok, megpróbálok én is csatlakozni. Igen, az jó lenne. Jó volna. Prometheus 8301. Hát egy multi lehetne. Ja, a multit azt támogatjátok. Multiról írjatok majd véleményt, lehet, hogy nincs majd senki itt a komment reagálóban. Sajnos későn néztem fel már, betelt. De jó lenne, kb. Minden harmadik, ötödik rész multi lenne, Discord esetleg annak, aki neki jó. A rajzok hol vannak? Igen, a rajzok azok ott vannak, hogy a Keeper még nem válogatta össze, mert baromi sok idő. Egyébként most 9 óra, basszus, kicseréltem az izét, mi az, hogy nevezik ezt a dolgot, alaplapot, és nézzétek meg, hogy nem jó az órája, úgyhogy nem jó jár egyébként, valami este 7 van, úgyhogy még a rajzok összeválogatása, feltöltögetése barom sok idő, és az a baj, munka után nem tudom megoldani, meg borzalmasan tényleg el vagyok havazva mindennel. Három, igen. Zoli, igen. Az vigasztal egy kicsit, hogy Laci helyett időnként az én nevemet mondtam. Egész végig zoliztam szegény Laci. Nem tudom miért. Jó döntés volt, igen. Lehet, hogy most már... Igen. Tudjátok mit? Lehet, hogy... sírtam a röhögéstől. Ja. Lehet, hogy ennyi volt. Ja, Bondi lesz az utolsó, jó? Máté 1-2-3 meg fogja írni, hogy én voltam az utolsó, jaj! Nem olvasta el. Bondi írta egyébként, hogy nagyon passza választás volt a game. Lesz meg majd róla az új DLC-t, kicsit olyan, mint az FS és a Snowrun egybe gyújták volna. Egyébként néztem, én már láttam ezeket a videókat róla. Igen, láttam, tök jól néz ki, meg tök érdekes, meg minden, meg fú, ki lehet próbálni végre sárba mezőgazdasági gépeket, ugye? Nagyon várom, igen, jó lesz. Üdv, Bundi. Köszönöm szépen, Bundi, igen. Remélem, hogy megnézed ezt már. Pont a végére beraklak aztán, hogy hallod, végig szemette ezt a részt, lehet szegény, és a legvégén így van. Köszönöm szépen. Egyébként, ja, kíváncsi vagyok rá. Károly, csináld meg az adott térképen a küldiket, utána a játék úgyis árvizet a másikra. Lesz majd olyan küldetés is, amit minden egy térképen árvezet. Ha a tornyok felfedezésével megkapod a fölküldiket, a mellékküldetéseket külön fel kell menni. Ami küldik időre mennek, azokat még nem érdemes csinálni, majd akkor lesznek jó, ha lesznek jobb gépeid, és ismerni fogod a pályát, lesz érdemes belevágni. Na gyerekek, kell sütnöm egy pizzát, ellépek, aztán várja még itt. Új gyerekek. Háj, mennyi komment. Na, ennyi volt, és akkor nem tudom, kitűzünk majd végén, a héten mindenképp lesz egy komment reagáló, mert tényleg borzalmasan hosszú, és még ki kell raknom még egy FS részt ma, úgyhogy szevasztok, jók legyetek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!